A múlt hétvégén Úbecsén tartották meg Szerbia vízilabda bajnokságának elődöntőjét 17 éves kor alatti fiatalabbak kategóriájának versenyében, melyben a Kragujevaci Radnički, a Crvena Zvezda, az új belgrádi Vukovi és a Becsei csapatai mérték össze erejüket. Vízilabdázóink csapatát ezúttal néhány fiatal játékos alkotta. Dejan Jovanović edző elégedett a részvétellel és ifjú vízilabdázóink elért jó helyezésével. Az egész csapat nagyon jól működött együtt, azonban szeretnék egy játékost, Luka Boskovićot kiemelni, aki eddig két mérkőzésen is részt vett. Kiváló a teljesítménye, és remélem, hogy ez így marad a folytatásban is. Tekintettel arra, hogy két évvel fiatalabb ettől a generációtól, minden elismerés és gratuláció az övé, és még egyszer gratulálok az egész csapatnak is. Egyébként a Becsei csapata 3 ponttal a 4. helyen végzett, ugyanennyi pontot szereztek a Crvena Zvezda és a Vukovi csapatai is, ám a mieinknek volt a legrosszabb gól különbsége. A Kragujevaci Radnički 9 ponttal meggyőző eredménnyel érte el az első helyezést.